Isti. Na sziasztok srácok, itt vagyunk a következő NBA 2K19 My Team gameplayünkben. Mutatom nektek nagyon gyorsan a csapatot, általában ezzel baromi sok időt el szoktam szarni. Van változás bőven. Magic Johnson a point guardunk, ugye? Pink Diamond Magic Johnson. Gyakorlatilag nélkülem már elképzelhetetlen egy csapat szerintem így az online részen. Annyi a lényeg, ugye mostában a small forwardokat szokták általában a point guardra tenni, és azért Magic Johnson, hogyha megnézitek a méretét, tehát azért 6-9, enyhén szólva is egy small forward méretében van, ugye Paul George-al gyakorlatilag ugyanolyan magas, vagy egy magasságban vannak. Úgyhogy Magic Johnson mindenképpen érdemes játszatni, nagyon jól passzol, nagyon jó a posztában, nagyon jó a midrange-e, még a hármasa is vállalható, annak ellenére, hogy open shot 3 az csak 84, de tényleg vállalható. Kyle Korver a kezdő shooting guardunk, ugye Richard Hamilton Diamondot eladtam, gyakorlatilag egy spot-up shooter, lényegében a midrange az 90, az open shot 95, tehát gyakorlatilag egy nagyon megbízható tripla dobó. Paul George, Diamond, Paul George, srácok, Diamond, Paul George nélkül nem lehet szinten csapatot most már összeállítani, olyan szinten alap, hogy nem igaz, van nyilván Pink Diamond verzió, és arra pénzem nincsen, nyilván az lenne a legjobb, most már van Pink Diamond Scottie Pippen is egyébként, ő is hasonlóan jó lehet, open shot mid 86, az 390. Azt tudni érdemes, hogy kettő darab Diamond Paul George van, vagy talán lehet, hogy három is, de kettő biztos, hogy van. Az egyik az inkább az overall defense-ben jobb, a másik pedig az overall offense-ben jobb. Én a defense-est választottam, tehát 99 defense és 94 csak az offense, viszont csak ezzel a Paul George-os nagyon jól lehet támadni, bőven jól. Kevin Love, Diamond Kevin Love a kezdő power forwardunk, open shot mid 95, open shot szintén 95. Ezzel a kettővel Kyle Korver és Kevin Love-val gyakorlatilag egy olyan tripla threat-et tudunk összehozni a pályán, ami gyakorlatilag kihúzza a védelmet is egyben ugye rájuk, illetve potenciális dobók, tehát kettő potenciális tripla specialistánk is van a pályán. Nikola Jokic pedig még mindig itt van nekünk, aki szintén be tudja dobni a triplát, ha nagyon kell, jó lenne már lecserélni egyébként. A pad pedig így néz ki, amit látjátok ott lent, sok változás azért nem történt. Pink Diamond helyette Amethyst Dirk Nowitzkit egyébként kinyitottuk a tokenes témában, és egyébként a mostani játékosunk az Jason Williams, megmondom őszintén, hogy nem érdekel, hogy őt kinyissam, ugyanis egy point guard, és point guardokkal nem nagyon játszanak mostában, nem meta egyáltalán, szóval nem igazán vagyok rajta a kemény grindon, de magukat, a tokeneket jól lenne összeszedni, és hoztak ki új kinyitható játékosokat, például Allen Iverson is ott van Amethystek között, ugye, és azzal érdemes haladni, mert ahogy kinyitsz 10 darab Amethystet, úgy tudsz kinyitni megint Diamondokat, és stb. Nem egy egyszerű történet, nagyon sok jeton kell hozzá. Mindeset nézzük meg a csapatunkat. Nos, itt is van a team, srácok, hát szinte majdhogy nem egy fullos Pink Diamond csapat. Pink Diamond LeBron James, Pink Diamond Wayne Wade, Pink Diamond Blake Griffin, Pink Diamond Shaquille O'Neal, kész. Ez egy gyönyörű kis heat csapat lenne. Chris Bosh hiányolom, amiből nincs eléggé az, hogy Pink Diamond. Hát srácok, ez durva csapat lesz, ez nagyon durva lesz. A LeBron James srácok az... Elképzelni tudom, milyen drágán mehet, meg sem nézem általában így a store-ban, vagyis ott a aukciós házban, mert teljesen fölösleges, mert sose lesz meg nekem ez a játékos, meg ez a lap. Úgyhogy nézzük is meg, nem fogunk azért beszarni, meccsere történt, ezek srácok a legszebb mezek, amiket valaha láttam. Ez a mintázat srácok elképesztően szexi, az oknival együtt, a shooting sleeve-ekkel együtt nagyon király. Károly nincs olyan játékosom, aki... De van, Paul George-on, nem az a shooting sleeve van, érdekes. Mindegy, nézzük is meg a meccset, kíváncsi leszek. Ki el tudjuk hozni a labdát, meg tudunk okosan játszani. Paul George, nem dobjuk el. Az lehet, hogy szar is. És leszedjük! Love a triplán! Ott is van, bam, nagyon jó. Elég szarú kezdtem, elég béna volt, ott azt inkább egy midrange-be kellett volna eldobni, belezavarodtam a dologba. Na nézzük, le tudja fogni Paul George LeBron James-t. Egy tripla kísérlet, semmi nincs belőle, hála jó Istennek. Paul George már elő is van, Damian Lillard, with the Eurostep, nagyon jó, semmi. Még egy lepattanó, és nincs meg sajnos Magicnek. Most így jöjjön, nem baj. Eléggé türelmetlen dobás volt az LeBron James-től. Úgymond, hát a játékostól, aki ellen vagyok, attól eléggé gyorsan dobta el. Ott az kicsikét kihúzhatta volna, szerintem azért össze fog neki ez állni. Ez alapján nem fogom elítélni. Aha. Az úgy jó, hát az kemény, srácok. Ezzel sok mindent nem tudtunk kezdeni, semmi gond. Ilyenektől nem szabad beszarni. Oké, okay. Jó kis, tök üres. Így nem kellett volna azt eldobni. Igen, ez megint nem volt jó, Üresen volt, de nem eléggé. Vagy nem is tudom, tehát nagyon jött csekk. Nem baj, tényleg nem szűkös munka, Damian Lillard.
Meglepéként, hogy Point Guardon nincsen valami cheese játékosa, az lehet, hogy bent van, így is van, gyönyörű védelmünk van, nincs. Na nem baj. Ezzelás leválásokat nyomjuk. Korvör üresen. Bam, így is van. Szóval picikét változott a játék stílusunk azért, tényleg most már nem azt mondom, hogy tripla specifikus, meg nem azt mondom, hogy tripla orientált, mert nem feltétlenül, csak több lehetőségünk van triplát dobni, akkor így mondom. Tehát nem szoktam azért mindenhol haigálni a triplákat, de hogyha ennyire ott van hagyva mondjuk Paul George, vagy Kevin Love egyébként a paintbe, akkor azt be kell fejezni mindenféleképpen. Egyre jók vagyunk, egyre nem vagyunk rosszak egyáltalán, voltak hibáink, Blake teljesen üresen a palánk alatt, Wade. Na ilyenkor szar, amikor ugye Korver nem a védelméről híres, oda is csapunk. De éreztem, hogy meg akart volna indulni nagyon durván, úgyhogy lehet, hogy jól tettük egyébként, oda csaptunk. Igen, Damian Lillard. Igen. Hát egy steal-lel megpróbálkoztam, kár volt. És az falt. Megy a vonalra, semmi gond, 8-7. Egyet lehet, hogy ki fog hagyni. Nem fogja szerintem. 81%-os. A büntetője, ahogy nézem, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen statisztika volt random. Pippen fel is jött. Sosem rossz egy jó Pippen. Paul George. Pippen! Hát ez volna jobb is, és jók lepattanóink egyébként, srácok. Ahhoz képest ott is Shaquille, ahhoz képest teljesen jók vagyunk. A spotba be kéne verni a Damian Lillardot. Igen. Jokic. Jokic, még egy fake! Ott van, nagyon szép. Fú, ki lett számolva, srácok, az idő. Nagyon szűkös volt. LeBron James. Paul George megfogja. Wade, nem dobja a triplát. Pippen is nagyon jó védő, srácok. Nagyon jó védőink vannak most jelenleg. Nagyon jó védőink vannak, és ez most meg is látszik egyébként. Pippen. Ott is van, gyönyörű. 12-9. Lehet, hogy azt lesz csak egy összevásárolt csapat, de még nem akarok semmiféle következést levonni. Az kemény volt. Nem baj, gyerünk. Kevin Love. Az lehet, hogy szar. Azt lehet, hogy nem kellett volna eldobni. Dehogy is nem el kellett volna. Uram, atyám. És leblokkoljuk LeBron James is falt. Mi történt? Shaquille O'Neal falt. Loose ball foul-t fújtak. Meglepődtem, azt hiszem, mi csaptunk oda, de nem. 15-11. Novicki feljött, Novicki is nagyon jó srácok, tényleg nagyon jó. Öreg róka, nem véróka. Aha, már lopná el, Lillard-el. Novicki? Nem jó. Ó, bassza meg. A padja szerencsére gyenguska. Na persze attól függ, hogy kinek mi a gyengus. Isten, Clay ott maradt. Claynek 0,5 másodpercig maradt támadni. Föl fogjuk adni Pippennek. Ez fog történni. Figyelj. De lefogják, tudja mit akarok. De kár érted, de nagy kár érted, hát úgy ütköd az orrom, hogy belehalok. Ez a koncentrálástól, atya úr, Isten, de viszket. Na. Nem. Ne veszítsük el az önuralmunkat, Lillard. Vernon Maxwell a Cserre Point Guard, nem a legjobb sajnos. Lehet, hogy Kyrie-t vissza kéne vásárolni. Meglepődtem volna. Leszedjük! Jó, milyen, hál' Istennek. Meglepődtem volna, ha az jó. Egy Diamond Kyrie-t lehet, hogy vissza kéne vásárolni. Ezen gondolkozok egyébként Point Guard cserére. Mert ez a Vernon Maxwell sem rossz, csak úgy nem... Ilyen semmilyen igazából. Simmons. Pick and roll. Nincs belőle semmi. Novicki. De kár érte, pedig az lehet, hogy jó lett volna. Igen. Ki kell lépni, na a Kövály, Diamond Kövály tudja. A Diamond Kövály tudja, gondolkoztam rajta én is, srácok, de annyi small forwardom van, lenne már, mint a ház. De lehet, hogy meg fogom én szerezni, meglátjuk majd. Jaj, de szép játék! Novicki! Ma nem megy neki sajnos. Vernon Maxwell, basztusba dobni akartam vele pedig. Novicki. Így, Kövály ott van. No, Pippen, óhó, az kemény, pedig elég durván contest ide volt, 3 pontos vezetésünk, srácok, nem nagyon vezetünk sokkal. Pedig az egy nagy védelem, és jó is, gyerünk! Pippen, jó, nyugi, mert képes ellopni Kövály.
történik? Mi történik? Semmi nem történik, ez a helyzet. Aha, mondom, képes ellopni Kövály. Igen. Clay Thompson, srácok, Ruby, érdemes, érdemes kezdve használni. Á, te jó Isten. Ah, mekkora mismatch. Gyerünk! Novicki ott van, végre! Jó, mert magas. A midrange eléggé megbízható. Rendben van, nagyon. Hassan Whiteside, az nem fog menni. Whiteside volt ez egyáltalán? Dehogy is, Jay Collins. Van baj. Hátulról tiszta Whiteside volt. A Heatmaz már egyben arra gondoltam, hogy Whiteside. Srácok, egyre egész jól tartja magunkat ahhoz képest, hogy micsoda line-upja van. Nem nagyon használja ki azt a line-upot teljes mértékben. Ez a izzi felállás jön fel. Kellene most már javítani a padon. Nagyon kellene javítani a padon. Tényleg lehet, hogy egy Diamond Kyrie. Egy Diamond Kyrie be kéne, hogy figyeljem. Ujja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 j. Az beengedtük sajnos. Igen, ez a kövály, ez végre egy jó kövály, tehát az emőtiszt az nagyon rossz volt. Ez most már úgy ér is valamit, Vernon Maxwell. Nem sikerülnek azért a fortéok, amiket én így, a finesz nem annyira jön be, amiket én így szoktam csinálni most. Jól védekezik a srác egyébként. Haywood, az necces. Az jó, Novicki az nagyon jó, az nagyon jó. Nem mismatchnek mondható volt azért ott Ben Simmonszal. Igen, úristen, ezért Korver fogja. De duplázzuk. Jó, jó a falt, nagyon jó a falt, mert eléggé egy oldalú lett, ott kettő ember is ráment. Szóval simán kihasználhatta volna hamarabb is ezt, hogy mert elszaladtuk. Na, Wade följött. Basszus. Ez a Wade-del védekezni, az jó is. Meg Shaquille, mekkora páros, te jó Isten, srácok, 2006. Throwback all the way. Akkor kezdtem NBA-t nézni. Novicki, spin move! Nem igazán úgy jött az össze, hogy én akartam. Az védve van. Nagyon jó védelem, de sajnos bemegy. Sajnos bemegy, és most lassan át is teszi a vezetést. Egy ponttal még vezetünk. Korver dobható is. Ott is van, mondom, eléggé biztos keze van. És nem olyan drága, egy 40 ezer környékén volt, azt hiszem. Teljesen jó lap. 6 pontja van Korvernek. Megpróbáltam egy steal-t. Hülyeség volt. 4 pont. Szerencsé, az jó, hogy vannak tripla specialistáink a csapatban, mert bármikor kicsikét visszatudjuk magunkat rántani a meccsbe. Látjátok, most egy kicsikét hanyatlásba voltunk, és most mégis egy kicsit visszatudtunk jönni. Az contested-el van, gyönyörű, lehet is lepattanó. Magic Johnson elől, és nem tudom előre passzolni. Okos falt volt. Magic. Jó. Come on now, Magic Johnson, az ott van Shaquille. Viszont elég ott hagyja a Jokicet, és lehet is csinálni. Nagyon jó, srácok. Én teljesen meg vagyok elégedve a csapattal. Most meg vagyok elégedve a játékunkkal. Az nem én nyomtam egyébként, azt tegyük hozzá. Lehet, hogy én nyomtam, csak belefutott egyébként korábban. Fura volt. Már ott van neki, ja, azt mondom, hogy az már izé. Jason Williams, mondom, mi a szar az között, Blake Griffin. Ma nem nagyon van, nem nagyon jó a szemem a srácok. Wade. Korverre nagyon szar védekezni, srác. Szegény nagyon szar védekezésbe. Ellenben most ez egy jó kis contest volt. Korver elől. Korver még mindig. Falt. Igen. Ebben az animációt már van egy pont, amikor már felismerhet, hogy jó, ebből már falt lesz. Korverrel a büntető az nyilvánvalóan automatikus egyébként, nagyon jól dobja. 95-ös büntető, srácok, hát ebből él az ember a dobásból. Mindig is ebből élt. 8 pont Korver. Ezt a Brandon Haywood, vagy Ash Haywood, nem tudom pontosan, milyen, az szép, nem én voltam. Korver, Haywood, hagyjuk inkább, Paul George, féltem egy kicsit, hogy kijön LeBron. Paul George a midrange-en, az muszáj mennie, és nem megy be, kár érte. Nagyon nagy kár érte, nem gond. Na ilyenkor jön ki azt, hogy picit inkább védekező ez a Paul George ilyen, mint támadó. De attól függetlenül is, hogy nagyon megbízható, tényleg. Most ez sajnos nem jött be. Ez kellett volna ez a... Íh, de ott maradt Blake, és tudja. És nem, nincs vele semmi, hál' Isten, gyerünk. Go Haywood elől! Basszus, nem tudom erre passzolni, jó, milyen... Pedig, hogyha Haywood megkapja, olyat töm, hogy beszartod. Shaq, azt rohadt érbe. 8 pontos előny, srácok. 2,5 perc van hátra a másik negyedből. Korver, ott van wide open! Áj, de kár érte, pedig az nagyon kellett volna dobni. Nagyon kellett volna. Na ezek amikor így ezek nem mennek be. Korver, még egyszer! Boom! Ott van, srácok, egy pick and roll, egy csak egy screen, mögé mész, bedobod és megy.
Én azt mondom, hogy 10-ből 8-szor, 10-ből 7-szer, akkor azt mondom, bedobja online. Ami eddig nekem a legjobb ilyen, amilyen lappal én így volt dolgom. Mondom, a Ruby Clay Thompson is olyan srácok, hogy azért meccsenként két triplára még mindig jó. Úgy, hogy a padról jön fel, és nagyon mélyen a padról jön fel. Azt nézem, hogy vérzik-e az orrom, nem fikázok. Mert hajlamos egy ilyen vakarástól is vérezni. És már is on fire. Korver mindig eléri ezt a takeover-t egyébként a meccseimen. Igen. Wade. Nagyon szép védelem. Magic. Love, midrange sima. És nem az! Jó, 95-ös open shot midrange, by the way. LeBron-t leblokkoljuk! Where you at, LeBron? Olyan, mint a jelenlegi LeBron James a Lakersbe, srácok. Reménytelen. Már elnézést kérek. Nem őt szóltam le, egyébként LeBron Jamesnek hatalmas tisztelet értelemszerűen. És ott a falt, menjünk is a vonalra, nagyszerű. Easy 2 pont. Nagyon jó, 91-es büntetője van, srácok. Magic most egyébként eléggé csöndes. Köszönöm szépen, 1 pont, 1 lapattanó, 4 assziszt. Blake. Igen. Az nem jó, szerencsére, igen. Korver. Még mindig Korver, mindig Korver, mindig Korver, Love. Korvernek vissza. Nem jó. Pippen, midrange, és az offensive 3 second violation. Hát, nagyon gyorsan, én most azt éreztem, hogy nagyon, szerintem túl hamar fújták be. Hazai pálya, bunda, spori, Lillard. Az ő, hogy a Magic nagyon jó védő is egyébként egyben. Tehát én csak ajánlítom, srácok, mindenképpen szeretétek be Magicet. Van egy új fajta is, az nem tudom milyen, az sem rossz egyáltalán. De ez az első generáció, az első fajta, az nem mehet be! Miféle dobás volt ez? Korver! Még mindig Korver, mehetsz a tripla, Korver akár mozgásból is. Basszus, nem jó. Pedig Jimmy Butler fogja, Butler egy nagyon jó védő. Gyere már, Love. Gyere, Love. Korvernek vissza, mekkora játék! Úristen, mekkora játék! Hát mekkora, még vissza is megy, és srácok, ez most nagyon-nagyon jó volt. Örülök, amikor a gép ilyen intelligens, hogy ilyenkor autonomisan beviszi be arra, és ott van üresen, és mehet is. Srácok, 14 pontos előny egy ilyen baszó csapat ellen. Azt gondolom, hogy rendben van a tímünk. Mondom, a padon kéne még egy kicsikét finomítani. És egyébként nagyon köszönöm a kommentjéteket azok a játékosokkal kapcsolatban, hogy kiket vegyek meg, kit szerezzek meg, hogy legyen, mint legyen. Nagyon jókat írtok, csak srácok, azért tegyük, azért nekem is van egy korlátom My Team pontokból értelemszerűen, meg időmből is. Nem tudom én ki grindolni az összeset, és megint menjünk a vonalra, srácok. 2 easy pont, Jokic. Még egy. Az is jó, úgy is van, 16 pontos előny, nem gondoltam volna. Úgy kezdtem ezt a meccset, hogy na hát ezt buktuk. 13 pontnál van Korver egyébként. Simmons betör, abból semmi nincsen. Basszus, az szép volt, az gyönyörű volt. Arról szó se róla, nem lopod el. Korver hozza, Korver még mindig Korver, üresen van, nem jön ki rá! De nem is dobja be, miért nem? Korver! Ezeket hozni kéne, csak akkor dobja van, amikor nagyon durva helyzet van. Miért ilyen Curry mentalitás? És faltoljuk Kawhi Leonardot. És jó az első. Ő 40 ezer környékén megy Xboxon, ahogy néztem egyébként. Megéri. Ő is nagyon megéri. Elég sokan használják. Novicki is fent van. Most lejött, most a pad jött föl. Lehet, hogy kicsit gyengébek leszünk, nem jobbra fogunk elindulni. Novicki üresen van, hagyva, hát az sima neki! De nehogy az! Ajaj, ilyenkor azért kicsit el szoktam veszteni az idegzetem, mert az nem mehet be, Kawhi Leonard. Mekkora homály! És le is fújják a fél időnél. Srácok, 12 ponttal vezetünk csak. Jelen pillanatban. Többre emlékeztem, vagy többre gondoltam. Nem baj, értenem rossz. Jó a csapat, kicsikét most a végén, a negyed végére kicsit azért belefáradtunk a dologba. Gyönyörű ez a kamera kép, ez egyszerűen egy valóságos művészet, amit itt láthatunk. Tehát ez a nőknek az alsó teste, ez szimbolizálja a termékenységüket, a lábmunkát, a fétis tárgyakat. Nagyon szép volt, nagyon gyönyörű volt ez a shot. Na, LeBron James, Paul George elég le tudja fogni. Egy step back 3-as LeBrontól. Nem tudom, mi volt itt az elképzelés, értem, hogy Pink Diamond, de az én a... Paul George is eléggé csöndes, 3 pont. Aha, ott egy steal Wade-től, az szép volt. Blake, Wade-re kéne kimenni, srácok. Az benn van. Nem, nincsen. Hát az mázni csak. Basszus, megint ellopja!
Vissza Jamesre! Oké. Okay. Kezdődik, srácok, kezdődik a dolog. Pink Diamond Power is on. Igen, elzárjuk. Love-na! Basszus, ki kellett egyből passzolni Korvernek. Annyira ügyesen volt. Ott a steal! És nem tudjuk megtartani. És ott van ügyesen Wade, és az jó is. Ajjaj. Ajjaj, kezdünk szétesni. Akkor nem mondtam semmit még egyelőre. Magic. Jokic. Pump fake that. És nincsen van, de nem baj. Nem baj. Hát a Shaquille például, mint a pályán se lenne egyébként, hova teszem. Mintha a pályán se lenne. Én tök jó amúgy ezek a Pink Diamond Shaquille O'Neal, meg Pink Diamond Ben Wallace, de srácok, tényleg az a baj, annyira a kosárlabda abba az irányba menet, hogy mindenki tudja a dobásokat, midrange és triplát is egyaránt, hogy az a baj, egy Shaquille-lel el lehetsz, meg lepatronozásra ben lehet, de nem tudom, valahogy nem adja meg azt az igazi, hogy mondjam, ütőkártyát, vagy nem tudom elképzelni valahogy ezt a dolgot. Shaquille-nek ki kell jönnie teljesen a paintből, hogy fogja Jokicet, és hát ugye ez azt is jelenti, hogy a paint üresen van, viszont Jokic tudja a triplát, szóval erről beszéltem, ezért nagyon nem hiszem, hogy jó választás egy ilyen Pink Diamond Shaquille. Nyilván nagyon jó lap valószínűleg, meg én minden tiszteltem Shaquille, meg minden tiszteltem hát a 2000-es évek kosárlabdájáé, ugye amiben én is szocializálódtam a kosárlabdára, én is ezt szeretem jobban, basszus, át lett tömve Korver egy kicsikét, de ami igaz, az igaz, főleg ebben a játékban tényleg az nélkül, hogy triplákat tudjál dobni, meg midrange-eket tudjál dobni. Az lehet, hogy szar. Dehogy szar, Magic Johnson, srácok, még a tempót is dobhatod vele. Igen. Dobni fogja, az nagyon lenne lehet olvasva. Nem tudom, mit művel, srácok, ez az ember néha, tehát hogy azért van fura dolog. Kevin Love! Stop and shoot, srácok, nagyon jó triplája van neki is. 8 pontja van Love-nak is. Lehet, hogy azt gondoltátok a videó előtt, hogy mégis miféle csapat ez? Korver? Mi a fos? Love! Mi a fos? Hát ez, srácok, ez a fos. Erről van szó. Működik. Folyunk, mint a fos. Működik. Akadály nincsen előttünk. Rendben van. Jön Lillard. És közben megint 12 ponttal vezetünk. LeBron James. Nehezen fogjuk meg. Meg is fogjuk amúgy. Korver. Vissza Haywoodnak, és Haywood-a bevállaljuk a postert, és nincs belőle sajnos. Igen, üresen van oldalt, és Wade a tripla, hát beleállt és be is dobja, kemény, nem baj, még mindig 9 pontos előny. Novicki, igen, hát mintha nem is lenne a pályán, mintha nem is lenne a, miért nem dobott be? Mintha egyszerűen Shaquille nem is lenne a pályán, olyan, megint át van tömve, nincs át tömve, sőt, mi van ezzel a LeBronnal? Vaj, nagyon nem kapolod, ki kell menni védeni Wade-et. Védet. Igen. Mekkora blokk Novicki, mint az All-Star-on. Nem tudom, blokkolt volna, csak triplát dobott csak. Korver. Megállunk egy pillanatra. Be lehet vállalni egyébként, de nem javaslom senkinek. Az jó is. Dehogy jó, mi a szar történik? Korver üresen már megint. Buhum. Nem volt tripla, kettes volt. 15. pontja Korvernek, srácok. Kerizi a meccset. Az meg nem lehet jó, de az. Jó, nem baj, még mindig 9 pont, srácok, nagyon jól tartjuk magunkat, nagyon jól tartjuk magunkat. Anyádat! Végig! Ott van Magic! Gondolom, hogy lepasszolom oldalra, de nem volt kinek. A pick and roll-ok, hogy nem annyira működnek most. Azok egy eladott labda, gyönyörű. Igen, gyere Paul George, gyere George! Asszus, kár érte. Ó, megfogta! És Novicki! All-Star-on! Semmi, és leszedi Korver, beszarsz! Paul George a triplán, az jó! Perfect release! That's what I'm talking about! This is exactly what I'm talking about, az pedig nem jó! Egyszer nem lehet jó! LeBron James! Hú, srácok, 14 pontos előny. Tartjuk, szerencsére tartjuk. Vernon Maxwell! Maxwell, kijön rá, Shaq, minek? Vannak ott dolgok azért, nálam is ezek szoktak történni, és nagyon idegesítő. Ott van egy hatalmas mismatch, amit látok. Jézusom, Novicki. Mekkora az a mismatch? De miért fut úgy be? A sima, azt végig kell Gilmore-ral, be kell tolni a francba is, így is van! Na ilyenkor működik ez a régi fajta kosárlabda. Az jó! Vernon Maxwell, srácok. Ennyi.
18 pontos előnyünk van, 18. Collins, nem jó! Collins, Butler, tudja a triplát, ki kell elépni. Klay Thompsonnel, az nem lehet jó, se csak olyan dolga dob el, hogy elképesztő. Novicki elől, nincs elől, basszus, hova? Mi az Klay Thompson a triplán, és ott van Perfect Release. Srácok, kész vagyok. Srácok, nagyon jó meccs, nagyon jó meccs. Shaquille, az viszont jó. Most már kicsit begőzölt. Úgy volt vele, hogy 20 pontban ne legyen már köztem, mert milyen már. Még egy Klay Thompson lehetőség triplán, még egy Perfect Release! Atya úristen, srácok, mi történik itt? 21 pontos előny a harmadik negyednek a végén. Egy ilyen csapat ellen működik a csapat, srácok, működik. Látjátok, van ott lúzom azért, tehát azért tudok én ezzel veszteni, nem azt mondom. De eddig azt érzem, hogy ez a csapatom a legjobb, ami volt eddig, idén. Nagyon rendben van. Anyád, milyen rep megy a háttérbe, azt a rohadt életbe. Megtekerik. Na, hát ott is van egyből már Vernon, mi az ő, Artis Gilmore, mehetünk is tovább. Nem tudom, érdekes, valahogy nem áll össze a védelme, 23 pontos előny. Shaq! Most innen fölhozza és elbukom, az nagyon undorító lenne számomra. Az nagyon gáz lenne. Nem fogjuk elcseszni. Jön föl Novicki, eldobjuk srácok. Atya úristen srácok, most minden, valahogy minden működik, valahogy most minden működik. Kövály. És amúgy ez azzal, tényleg azzal függ össze, hogy mennyire tudsz dobni amúgy az adott csapatoddal. Klay Thompson, abba belenyúlt alaposan. Á, szép, Collins. Na, szép. Hogy mennyire tudsz, mennyire tanulod meg a dobásukat egyébként. És nem az, hogy a single-be ott abba a practice részen, mert csak azzal nem fogod megtanulni, az a helyzet. Disrespectful. Mondjuk hát nem véletlenül, igen. Nem a legjobb a triplája, igen, hozzáteszem, tehát hiába tudta régen. Ott is van Pippen. Nem tudom mi van, nem tudom mi van. Nagyon, nagyon működik. Nagyon működik a csapat, iszonyatosan működik. Elképesztően működik. Nem tudom, lehet ezzel a Shaquille-el kicsit be van lassulva a csapat, nem tudom mi a probléma ott. A Wade is egy olyan játékos, hogy... Valahogy én, hogy mondjam, tehát minden tisztelettel mondom ezeket. De valahogy ő se tartottam sose egy igazán veszélyes játékosnak, tudom, hogy van bajnoki címe, nem is egy. De valahogy nincs meg, nem láttam sose benne azt az igazi gyilkos szándékot, mint mondjuk Kobe-ban például. Meg MJ-ben, mint Giannis-ban, tehát nem láttam benne sose azt az agressziót valahogy. És ezáltal én nem azt mondom, nem tudom komolyan venni, csak úgy nem látom olyan mély, vagy olyan durva játékosnak. És ezáltal így nem is olyan tartok itt a játékban sem tőle, és látjuk igazából. Nem is nagyon para, vagy csak ő béna, aki ellen játszok, nem tudom, de akkor honnan szeret össze egy ilyen csapatot? Nem hiszem el, hogy csak beleölt ennyi pénzt, és akkor mehet. Nem hiszem el. És utána meg játszol egy ilyen meccset, egy hozzád képest sokkal gyengébb csapat ellen, és akkor ilyen alázást kapsz. Nem tudom ezt hova tenni, srácok, hát 25 ponttal vezetünk. Ez milyen csapata van, amikor a padja az gyengus. El van lőve. Én lehet, hogy egy-két Pink Diamond, ami beraknék a padra. Én mondjuk egy Wade-et beraknék a padra, Jimmy Butler-t kezdetném, hogy legyen a cserekor, amikor feljönnek a játékosok, a csere a padon, legyen ott is egy Pink Diamond legalább, vagy kettő. Mert van ennél rá lehetőség, én tudja ezt csinálnám. Vernon Maxwell, és nem, mert ott van Gilmore. Igen, az necces, nagyon jól lepattanózunk is, srácok, iszonyatosan. Följött Durant, srácok, így először. Vernon Maxwell, Clay-el, be fogjuk dobni a triplát, figyeld, nem fogjuk. Ha az bemegy, srácok, akkor tényleg felordítok, jó, azért, ne menjen be minden. 2 perc 50 van hátra, Kawhi Leonard, és bemegy vele, és az jó is. Faltal együtt jó is. Szóval tényleg, én azt látom, srácok, hogy nagyon fontos, hogy legyenek nagyon jó védői a csapatban, tényleg. Tehát itt van nekünk egy Pippen, itt van nekünk egy Paul George, értitek? Tehát, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy legyenek jó védők. Magic Johnson, a point guardunk, srácok, szóval, hogy így a kezdőnek ne nagyon legyen feltétlenül sok lehetősége pontot szerezni, vagy nagyon jó védelmünk legyen. Gondolkozok még egy Kawhion is, srácok, a padra. Lehet, hogy meg fogom szerezni. De jelenleg inkább egy nagyon jó point guard csere kellene, mert most nem jön ki, de azért Vernon Maxwell tényleg nem feltétlenül hozza azt, amit kéne. Nem elég gyors. Nem elég gyors. Jó keze van, jól dob, de nem elég gyors. Most kezd összeállni a védelme egyébként a végén, ahogy nekem is szokott ilyen meccseken.
Kawhi végig erőlteti, hát ha lesz belőle valami, de semmi. Ben Simmons az biztos nem megy be. Oh, akkor jó. Akkor bemegy, 16 pontos már csak az előnyünk. Hát srácok, 2 perc alatt nem lehetetlen amúgy azt hozni. Ha nagyon elbénázom, akkor nem lehetetlen azt hozni egyáltalán. Nem azt mondom, hogy mindenáron hozni fogja, de benne van a pakliban. Magic, midrange, boom, 9 pont, 3 lepattanó, 4 assist. Abszolút, abszolút ilyen all around Magic. Magic nélkül, srácok, nem lehet csapatot elképzelni jelenleg itt a 2K-ben. Ez van. Annyira go to, hogy muszáj, muszáj egy Magic. Sokan Paul George-ot rakják egyébként kezdő pontgárdra. Nézd meg, LeBron nem tud mit csinálni egyszerűen Paul George-on. Nem tud mit csinálni. Magic! Már megint! Boom! Ennyi! Jokic is 8 pontos, srácok. 4 lepattanó, 3 assist, is nagyon jól működik a csapat. Ott egy eladott labda már megint. Elképesztő, mi történik itt. Korver, mehet is. S jó is, baszki. Nagyon durva. 18 pontos Korver, srácok. MVP. Blake. Pedig habozva vettem meg egyébként a Amethyst Korvert 40 ezerért, mert ugye vettem annó Amethyst Ray-ellent, meg volt a Diamond Ray-ellen is, srácok, és nem ennyire jó. Vagy lehet, hogy a release nekem ez jobban kézre esik, nem tudom, hogy mi van, de azt érzem, hogy a Ray-ellen nem ennyire jól dobja a triplát. Még a Diamond se. Hiába lehet, hogy több az izé értékelés rajta, nem. Jokic, ott van üresen. Még ez egy szardobás volt, hogy nem tudja a tempókat. Igen, Wade. Igen, LeBron. Ice cold LeBron, ice cold. Na, nem kéne kimenni, nem tudja. Megszoktam, mindenki tudja a triplákat. Nem tud támadni. Nem tud összerakni egy támadást. Rá kell erőltetni, és akkor lesz belőle pont, de hogy így szenvedős azért neki. Azt lehet, hogy ellopja, nem? Paul George tök üresen. Nem tudom, a védelme is olyan összeesett. Nem tudom, hogy mi van. Paul George 9.5 lepattanó, 4. Szerintem nagyon jó team effort van. Mindenki hozzátesz. Véd, atya úr, Isten, mekkora tömés. Magic, tripla. Nem, kettes volt. Csak ezt is bedobja Magic. Ő is on fire már. Végre azért Magic is előkerül. Na, egy pont LeBron-tól. Megvan. Megvan az. Korver. Egyébként Korverrel az a helyzet, hogy nagyon sokszor el lehet vele dobni, még úgyis, hogyha védve van triplán, az a para. Korver. Nagyon jó. Annyira jó a release-e, annyira kézre esik, annyira könnyű release. Torkuglúval sem tudtam így dobni, srácok. Pedig mindenki vele csízelt egy időben. Az Amethyst hidó torkuglúval. Mindenki vele csízelt, és vele nekem nem sikerült sose megtanulnom. Tehát a két ember is on fire, és meg is nyerjük a meccset, srácok, 86-65-re, azaz 21 darab ponttal. Nem hittem volna, hogy ez fog történni a meccs elején. Azt hittem, hogy kiszopunk a francba, az kész. És nem. És nem, és nézzünk egy Bucks court, srácok. LeBronra nagyon kíváncsi, hogy hány pontot dobott vele. Erősen 5 alá tippelem. Ami azért egy kemény dolog, mert ez egy Pink Diamond, LeBron, ez egy nagyon új lap, egyébként azt hozzá kell tennem. Még jelenleg is van pack, amiből ki lehet őt húzni. Nyilván fönt van a aukciós házban is. Nézzünk egy LeBron James, srácok, 5 alatt az kamu, 8 pont, srácok. 4-ből 0 tripla, 13 kísérletből 4 darab ment be. Elképesztő durva, elképesztően szaradatok ez az játékosot. Wade 12 pont, 2-ből 2 tripla, 9-ből 5 field goal. Az azért nem rossz, de valahogy úgy nem működött neki a csapat. Valahogy nem működött neki a csapat. Ellenben nézzük meg a milyenket. Egy team comparison-t azért nézzünk. Field goal, srácok. 58%-os field goalunk volt csak. Az egyáltalán nem számít jónak. Illetve hát a jónak számít, de zártam már komolyabb field goal-lal is egyébként ennél. 57 kísérletünk volt, ebből a 33 talált célba. És 51 volt nála, és 26, szóval a field goal az nem rosszabb, mert kísérletből is nekünk 6-tal volt több kísérletünk, összvisz. 3 pontos, na ott szarta el. Nagyon sok triplát felkúrt, tehát 15-öt megpróbált, ebből csak 5 ment be, tehát a harmada ment csak be. Nálunk azért így több, mint a fele.
Igen, hol ment el? Lepatronozásból tudja, hogy nálunk van több rebound. Offenzív mindkettőből se csak. Támadó és védő. Védő lepatronozásból 21 darab volt, neki csak 15. És nekünk 10 darab offenzív és 5 darab offenzív neki. Steelből se csak, szinte mindenből több volt nekünk. Mindenből több volt. Több pontot dobott a paintből, ez látszódik is, hogy a Shaquille miatt leginkább gondolom én, meg LeBron miatt. Meg kevés tripla ment be neki, nekünk csak 22. Viszont triplából tényleg csak 13 bedobott tripla. Én azt gondolom, ez nagyon rendben van, és látszik is azt, hogy merrefele fejlesztettem ezt a csapatot tovább, és én nagyon örülök, hogy van végre valami látszatja ennek. Remélem azért, hogy élveztétek ezt a videót, igen, írjátok egy kommentet, mindenképpen lájkoljátok a videót, hogy tetszett, és jöhet az out.